Sziasztok, köszöntök minden zeneszerető, jólelkű, embertársa iránt toleráns embert a csatornámon. Rég jelentkeztem az Újrajátszás sorozatommal, most hosszú idő után az extra rész következik, amelyben is a Depeche Mode The Sun and the Rainfall című dalát fogom újrajátszani. Mindjárt ennek a dalnak kapcsán bele is megyek egy kicsit a szakmai részbe, hiszen többen kérdeztétek tőlem, hogy amikor egy másik zenekar együttes előad egy másik eredetileg előadott dalt, annak milyen feltételei vannak, nincsenek feltételei, bárki bármilyen produkció eljátszhatja bármilyen produkció dalát a színpadon. Csupán annyi megkötés van, hogy az előadott dalról dokumentáció kell, hogy készüljön, és az adott rendezvény részére a zenekarnak le kell adnia azt a listát, amilyen dalokat eljátszott, és ezt a listát küldik majd tovább a jogvédő szervezeteknek, és kapják meg az eredeti előadók, az eredeti szerzők az ebből származó bevételeket. Egyébként a The Sun and the Rainfall című Depeche Mode által eredetileg előadott dal szerzője Martin Lee Gore, szövegírója és zeneszerzője is. Tehát amikor egy dalról beszélünk, akkor azért meg kell különböztetni annak az előadóját, szerzőjét, vagy adott esetben a kiadóját, hiszen azok általában különböznek. Itt egy ikonikus Depeche Mode dalról van szó, tehát mindenképp a Depeche Modehoz kötjük ezt a dalt, de valójában ez egy Martin Lee Gore dal, hiszen ő szerezte a zenéjét és szövegét is, az előadója a Depeche Mode, és az eredeti előadója, és ezért kötjük igazából hozzájuk, de 1982 óta, amióta ez a dal megszületett, és ez nyilván sok más Depeche Mode és más zenekar dalaival is így van, azóta sokan előadták, sokan feldolgozták, sokan játsszák színpadon, erre van lehetőség, hiszen általában azért más produkciók a jó, eredetileg jó dalokat szokták feldolgozni, eljátszani, vagy átdolgozni. Ez is egy ilyen jó dal, ezért választottam én is azt, hogy újra fogom játszani, és hát akik követik az ilyen zenei pályafutásomat, a Hauber Zsolt X-Bonanza Banzai produkció koncertjein is felhangzik ez a szerzemény, egy kicsit átdolgozott formában, de az eredeti hangulatát megtartva. A szakma után egy kicsit más dolgok. Szerencsére az elmúlt időszakban, amióta utoljára jelentkeztem, így azóta Disneynek hála a Star Wars-szal el vagyunk látva, hiszen elkészült és láthattuk a Mandalorian 3. évadát, és azóta egy Ahsoka sorozatot is megnézhettünk, ami hát fantasztikus új történetekbe kalauzul el, olyanokban, amit eddig még nem láthattunk, régi kedvenc szereplőkkel. Filmek terén az utóbbi nagyon-nagyon-nagyon sok hónapban rengeteg filmet megnéztem, de igazából nem ragadott meg semmelyik. Egy olyan film volt, ami különleges hatást tett rám, és ez ennek nagyon-nagyon sok oka van, vagy vonzata van. Ez a Denzel Washington Védelmező című sorozatának a 3. epizódja, ami Olaszországban játszódik, Szicíliában, és bennem valahogy ez nagyon sok mindent megmozgatott, személyes dolgokat is, meg úgy a világ dolgaira is. Ez szerintem nagy reflektálás ez a film. De én azt gondolom, hogy érdemes megnézni, nagyon jó hangulata van, és az egésznek a hatása az valami félelmetesen jó. Annak idején volt a Senki című film, amit szintén itt a sorozatomban említettem, hogy nekem az mennyire bejött. Hát ez ugyanez a hatás, talán még egy kicsit plusz, hiszen normális emberek, normális életet élő embereket véd meg ez a karakter gazemberektől, bűnözőktől, akik elveszik az ő normális életüknek a hozamányait, az alapjait, és állítja vissza a rendet. Hát azt hiszem, hogy a mi életünkbe is jól jönnének ilyen hasonló védelmező emberek. Akik szorosan nem követték az én zenei pályafutásomat, azoknak elmondom, hogy a Hauber Zsolt X-Bonanza Banzai produkció 1000-rel koncertezik, 1000-rel dolgozik. Most, amire nagyon készülünk, az a április 6-ai Barbenegra turnéindító nagy koncert, amin számtalan meglepetés lesz, és meglepetés vendégek is fognak szerepelni. Innentől kezdve koncertezünk egészen november 9-ig, ami a évzáró koncert az Akvárium Nagyhallban lesz. Ez a két fő állomása, az indítója és az záró koncertje idei évnek, de természetesen közben nagyon sok helyszínen leszünk, nagyon sok koncertet szeretnénk adni, nagyon sok meghívásunk van, most állítjuk össze a turné állomásait. Évelei van, nem rég múltak el a karácsonyi ünnepek. Aki egy kicsit a világ zaját kívül akarja tudni, és befelé akar fordulni, annak nagy szeretettel ajánlom Fekete István Régi Karácsony című novellás kötetét. Én mindig ehhez fordulok karácsonyi ünnepek, és az év vége alkalmával, amikor egy kicsit így lecsendesül minden, és nekem ez nagy erőt ad, és nagyon szeretem olvasni. Ajánlom mindenkinek.
hangszerek terén is az elmúlt egy évben nagyon sok újdonság történt, nagyon sok új plugin érkezett a meglévő hangszerekhez, a kedvenceim, ez az Arturia analóg szinti sorozathoz és az Omnisphere-hez is nagyon sok új hangszín érkezett. Ezeket már hallhatjátok az új mixeimben, és néha a koncerteken is. Az újrajátszó sorozatom a tavaly évben a 6-os és a 7-es CD-vel bővült, most készítem a 8-ast, ami annak idején a Dossier címet viselte. Ennek a albumnak már nagyjából a fele fönn is van kis videók formájában. Hallgassátok szeretettel, én nagyon élvezem ezeket a régi dolgokat újra feldolgozni, kicsit ilyenkor vissza is röpülök az időbe. A Best sorozatom 5. darabja az 2023-ban jelent meg, most a Best 6-on dolgozunk, hiszen Pál Fabi Attila zenésztársammal együtt készítünk sok dalt, ehhez ő a vokalistája. Ezen is sok meglepetés lesz régi új dalokkal. Mióta az utolsó epizódot készítettem, azóta nyertem egy magyar bajnoki címet a veteránvívásban, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, hiszen ez már a második, azóta is rendszeresen járok versenyekre, a legutóbbi éppen egy hete volt, ezen is sikerült végül is a döntőbe jutnom. A sportedzések és a versenyek azok engem nagyon jól inspirálnak, és nagyon jól felkészítenek a tavaszi-nyári-őszi turnéra, és a mentálisan és fizikálisan nagyon inspirálnak, és megkönnyítik, hogy el tudjak állni a koncerteken is. Ugye december 9-én volt az utolsó Hobel Zsotix Bronza Banzai koncert, nagyon-nagyon hideg volt Egerben, mégis nagyon jó hangulatú és fantasztikus lelkes közönség előtt tudtunk játszani. Most február 3-án lesz Sajóvámoson ismét egy ilyen szabadtéri, valószínűleg hideg időben koncertünk, de remélem, hogy ugyanolyan szeretettel és ugyanolyan fogadtatásban lesz részünk. Mi mindent megteszünk, lehet egy kicsit beöltözve, de a hangulat az adott lesz, és itt is oda tesszük magunkat természetesen. Ez a koncert egy olyan főpróba lesz az április 6-ai Barbanegra előtt, hiszen most sokáig nem játszottunk együtt, csak próbateremben. Ez egy ilyen színpadi főpróba lesz, úgyhogy érdemes eljönni. Az október 27-i akvárium koncert után egy kicsit magamban néztem, és átgondoltam a dolgokat, és utólag is szeretném még egyszer megköszönni, hogy milyen nagy dolgot kaptam, milyen nagy dolgot kaptunk tőletek, közönségtől, hogy színpadon állhatunk, és ezeket a dalokat előadhatjuk, és ti ilyen nagy szeretettel és ilyen nagy lelkesedéssel fogadjátok családostól, gyermekestől. A számomra főleg így 30-35 év elteltével milyen megható és milyen megérintő, hogy ilyen szeretet övezi ezeket a dalokat még mindig, és így színpadon előadva micsoda energiát tudunk egymásból kihozni. Szóval még egyszer nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt lehetővé tettétek a produkció számára. Mi ezt maximálisan megháláljuk nektek. A mai epizód egy nagyon különleges rész, hiszen Zsolti kisfiam is egy pici szerepet vállalt az egyik melódia főjátszásában. Szóval van jövő, a fiatalabb Hauberek is megmutatják, hogy mit tudnak, és ezeket a dalokat nagy reményem, hogy ők tovább viszik majd, és ezek a nagyszerű dalok nem fognak feledésbe merülni, ezek az érzések, ezek mindig élni fognak, és ha mindig ilyen pozitív fogadtatásban lesz része, amilyenben most, akkor ez talán örökké fog élni. Szóval most zárjuk egy kicsit a külvilágot, lépjünk be ebbe az univerzumba, amit a zene ad nekünk, kinek időutazást, kinek érzelmek fellángolását, kinek nyugalmat, kinek inspirációt, kinek erőt. Lépjünk be ebbe a kis burokba, ebbe a külön világba, és következik a The Sun and the Rainfall című dal újrajátszása. Tartsatok velem! Sziasztok, üdv ismét a hangszerek között. Biztonságos, nyugalmas környezet. A 1982-ben, amikor a Depeche Mode a második albumát készítette, akkor kicsit először fejtörős volt a dolog, hiszen a fő zeneszerzőjük Vince Clarke kilépett a zenekarból, és Martin Gore vállalta magára, hogy zenéket és szövegeket ír. Ekkoriban főleg analóg hangszerek voltak, nagyon kevés szemplinggel, és én is igyekeztem ilyen hangszerekből összeállítani a dalt. Az egész dalban nagyon kevés hangszer van, de azok jók. Találtam pont ugyanolyan dobokat, mint az eredetiek. Ez a lábdob, ez pedig a pergődob. Először a dobok következnek.
Ez egy érdekes lábdob, mert nem csak mélye van, hanem van egy ilyen felső, magasabb tartománya is. Jó. És a jellegzetes pergődob ehhez. Mindig az ütem második felében mindig egy lázcsörgés-szerű effekt jön hozzá. Most ezt keresem meg. Ehhez egy ilyen fémes hangot használok most. Az egész tal egy ilyen sejtelmes pad hangszínnel indul, és ezt egy nagyon különleges hangszerből bányáztam elő, aminek az a neve, hogy Elka X. Ez egy nagyon régi analóg szinti, tök jó, hogy van belőle virtuális verzió, és ilyen jól lehet használni, és nagyon jó ilyen old school hangjai vannak. És a téma, amit játszik, egy ilyen feloldás. Jön a lábcím. Van benne még egy pergő, hogy felelget az eredetire. Ők lennének a dobok, ebbe kapcsolódik be a basszus téma. Én kétféle basszust tettem bele, egyet, amit a koncerten is hallhattok, egy ilyen kicsit ilyen monotonabb, inkább kraftwerkesebb verzió, de beleteszem ebbe az újrajátszásba beleteszem az eredeti ritmizációt is. Ezt a Nexus nevű hangszerből veszem, van egy szuper jó basszus, amit nagyon szeretek.
Emellé teszem oda azt a basszust, ami egy ilyen monoton C hangot játszik. Korg Polyszix hangszín. Szerkezgetem itt a dalt, a dobokat odébb pakolom, hogy szóljanak. Mikor már bejött az összes dob, akkor a pedek mellé teszek még két hangszínt. De kettő az Omnisphere-ből van, és a három így szól együtt. És innentől jön be az a tipikus melódia. Ez az, amit a Zsolti fiam is nagyon ügyesen feljátszott, és most be is játszom ezt a részt. Készül a melódia, hozzá teszem a basszust. Jön a basszus. És emellé jön a 8-adózós basszus, ami itt a refrénben 16-adózósá változik át. És emellé jön természetesen egy szőnyeg. Jó, ő van kétszer, és ezt átmásolom a másik szőnyeghez, és együtt így szól. Jön a verze rész, amiben a basszusok azok ugyanezt játsszák, és annyi különbség van a téma és a verze rész között, hogy még van egy ilyen különleges hangszer, amibe ugyanazt a témát játssza, mint az egyik snare. Én ezt egy ilyen kicsit ilyen vibrafonos hangszínnel oldom meg. Thank you.
szerkezetben a témához képest a végén megismétlődik az utolsó ütem. És akkor következik a refrén. Kicsit más a harmónia. Jó, oké. Okay. Ez jön hozzá pad. Teszem a velocitét, mert kicsit halk lett a vége. Itt a második felében itt változik a dob. A lábdob az végig játszik. Refrén egyben. Következik egy melódia rész. Ezt másolom át. Jön a következő verze. És a vége az melódia témátnak az ismételgetése, amit nagyon ügyesen oldottak meg, hogy tulajdonképpen egy ilyen felelgetős vokál van benne, a Dave Gahan és a Martin Gore felelget egymásnak, és végig szól a szinti téma. Gyorsan ráteszem a én, de már ilyen negyedezős basszus tettem, szerintem az jobban élik ide.
a koncerteken is én szoktuk játszani, és ez ma jól beindítja a végét. Ez a spergő. Tulajdonképpen ezt a témát teszem végig. Basszusok is itt már a nyolcadozós témát játszak. Összeállt végül, indul a sejtelmes Vox hangszínnel. És akkor belépnek a jellegzetes dobók, a basszus, a filteres basszus, a plusz pedek és a perces szám, jó hosszú. Nos, hát összeállt végül a The Sun and the Rain Fall című nagyszerű Depeche Mode-dal Martin Ligor szerzeménye. Remélem, hogy tetszett nektek. Most már gyakrabban fog jelentkezni, természetesen saját szerzeménnyel, Bonanza dallal folytatom a sorozatot, a hagyományos sorozatot. Legközelebb az újrajátszás sorozat normál verziójából fogok jelentkezni.
a következő hónapban. Addig is vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy velem tartottatok, üdv mindenkinek!